Most nem veszem be a cipőt, jó? Hogy nem kell. A szolgálatot. Nem kell, nem is poszívoltak. Az iszap katasztrófa utáni negyedik héten vendégségben voltunk a Hettinger családnál. Úgy tűnik, sokkal jobban vannak. Az első sokkot átvészelték, de hosszú út vezetett idáig. Ki engem még így néztettek le a bási tetejére. A tragédia után néhány nappal egészen más volt a helyzet. Hettinger Tamásné kerítésük oszlopján talált menedéket a hömpölygő iszap elől. 4 órán keresztül ült ott, végignézte, hogyan töri ketté az ő és családja életét a lucskos vegyület. Most veszem észre, hogy milyen képzőt fogjaim vannak, szóval tehát nem tudom, ennyi jelenlét, hogy fel tudtam mászni a bástyán. Hát, hogyha nem tudok felmászni, akkor elvisz az állat. Itt semmiképpen nem szeretnék maradni, mert végülis hiába mondják azt, hogy ezt kívül belül, tehát leverni meg. Tehát ezt nem. Én itt biztos, hogy nem tudnám úgy lehajtani a fejem, hogy ne gondoljak erre. Itt nem. Biztos, hogy nem. Ez 22 év munkája. 22 év házasodtunk a férjemmel, és utána vettük meg egy évvel ezt a kis lakást, és apukámmal úgy vettük fel. De jó hír az, hogy találtunk albéletet. A Hettinger család már csak látogatóba érkezik Devecserre. A máltai szeretetszolgálat segítségének köszönhetően ugyanis Ajkára költöztek, albérletbe. Még nem tudják igazán, mi lesz velük, de bíznak a legjobbakban. Az a jó, hogy nekünk van fedél a fejünk fölött, meleg van, nem kell fűteni. Úgyhogy együtt a család. Együtt a család, aztán majd valahogy túltesszük magunkat. Más nem lehet csinálni, most mit csináljunk? Most a fejem a falba velem, vagy reggeltől estig bőgök, az se jó. Úgyhogy bizakodunk, hogy valami lesz, sehogy sose volt, úgyhogy aztán majd valami lesz. Majd talán lassan lesz unokám, és akkor egy kicsit felvidít. Igény az igen, most is megvan, hát majd a fiatalok azok teljesítik. Sem ezt az oszlopot, sem ezt a házat, de még a szomszédos épületeket sem láthatják azok, akik a vörösiszap katasztrófa egyéves évfordulóját követően látogatnak Devecserre. Ott ez egy szilvafánk is, apa. Az orgonabokor, a környező fenyő és szilvafák emlékeztetnek már csak az egykori utcaképre. Pont ott volt szemben az orgonabokor. Hettinger Tamásné, aki a házuk előtti oszlopon vészelte át a szörnyűségeket, ma már saját lakásában, Ajkán él családjával. Átutatóban vagyunk. Tehát ha jöttünk, akkor mindig láttuk a munkákat, hogy mit dolgoztak, mit tettek. Hát végülis sokat dolgoztak, biztos, hogy ez a park létrejöjjön, de... De sokan mondják, hogy szép, nekem nem tetszik, mert házak voltak. Nem park. Volt szép parkunk, volt focipályánk, meg volt mindenünk. Hettinger Tamásné egykori otthona és szomszédainak háza helyén a katasztrófa évfordulóján emlékparkot avattak. Itt a belügyminiszter és a honvédelmi miniszter emlékíremmel köszönte meg a mentésben, valamint az újjáépítésben résztvevők munkáját. A Fejér megyei katasztrófa védelmi igazgatóság egyenruhásai a kezdetektől jelen voltak a katasztrófa sújtott településeken. Miniszteri elismerésben a szervezet igazgató helyettese részesült. Ez elismerés a legrangosabb helyre fog kerülni. Büszke vagyok rá, hogy megkaphattam. De nem csak én vagyok jogosult erre, hanem társaim, akik itt voltak a elhárítás során. És hát igen, nagy árat kellett fizetni az itt élő embereknek ezért az elismerésért. De nem csak katasztrófavédők, hanem székesfehérvári tűzoltók is segítettek a vörösiszap elleni harcban. Önként jelentkeztünk erre a munkára. A szervezet munkatársai többnyire a markológépek munkáját irányították, de ha arra volt éppen szükség, akkor lapátoltak is. Pontosan folyik a munka. Reméljük, hogy kitartó és jó segítség vagyunk itt a helyszínen is. Hát tartjuk a frontot, meg tartjuk az emberekben a lelket, amennyire mi ezt tőlünk kitellik.
Szabadnapos tűzoltók segítségével a Rescue 24 mentőcsoport és a Baptista Szeretett Szolgálat hosszú hónapokon át dolgozott azon, hogy a tragédia egyéves évfordulóján a környezet senkit se emlékeztessen a katasztrófára. Az első időszakban a mentés, az emberek felkutatása, aztán következett az emberek segítése, és közben 9800 fát kellett egyenként megmosni. Természetesen még vannak ehhez bokrok, különböző vízelvezető árkok, amik betonozva voltak, illetve átfolyók, hidak. A Közép-Dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság szakemberei az élővilág megmentéséért küzdöttek. Munkájuknak köszönhetően a Tornapatak és a Marcal már nem habzó, vörös folyamként rohan át a településeken. Az élet jelei újra felfedezhetők ezekben a vizekben. A szervezet vezetője azt mondja, decemberre a kiemelt vörös iszapos meder leülepedik, és a kiülepedett iszapot vissza lehet szállítani, így ezután az élőhelyre a halak is vissza fognak telepedni. Ez a negyedikei nap, ez olyan megemlékezés legyen mindenki számára, hogy azokra emlékezzünk, akik itt dolgoztak, akik itt tényleg hősiesen dolgoztak, hiszen az ország összefogott ezen a településeken, és egy év alatt egy ilyen csodát tudott teremteni, mint a vizekbe, mind a földekbe, és hát ez lesz majd az évforduló lényege, hogy a lelkekbe is. Azt hiszem, az hosszabb lesz. Egy földet, egy területet egy év alatt meg lehet takarítani, a lelkeket nem lehet egy év alatt megnyugtatni. Az egykori kolontár sem emlékeztet régi önmagára. Eltűntek a vörösre festett házak, helyükön most a katasztrófa áldozataira emlékeznek az emberek. Az iszapáradás miatt sokan költöztek el ezekről a településekről, de számos család a maradás mellett döntött. Fábián Ferenc sem szeretett volna odébb állni, ma már a devecseri lakóparkban él. Azt mondja, megszokta az új környezetet, és tulajdonképpen otthon is érzi magát a házban, csak a szomszédok hiányoznak neki. Még furcsa kicsit. Nem mondom, szintén még úgy azért. De most már nem kell azért megszokni, hogy mi is milyen. Hozzászoktál az életen, hogy hát még a régi terület is más, minden más, a szomszédok még azért nem a régi még voltak. Igaz, az épület melletti terület egyelőre kopár, de Ferenc tudja, hogy néhány hónap múlva jól termő kertje lesz itt. Vettem én ilyesmit, hogy éppen halkot ültet bele meg. Most egyelőre. Amíg én szeretnék meg egy kis szőlőt is majd, de hát remélem sikerül. Az egy évvel ezelőtti vörös iszapömlésben 10 ember vesztette életét, és több mint 350 ház vált lakhatatlanná. Ezek többségét már a lebontották, helyükön pedig parkot hoztak létre. Az elmúlt hónapokban 112 házat építettek azoknak a családoknak, akik otthonuk elvesztése után a katasztrófa sújtotta településeken szerettek volna új életet kezdeni.